Kedden még hazai környezetben, a műfüves csarnokban edzettek a kisvárdai futballisták, szerdán hajnalban elindultak Budapestre, csütörtökön pedig már a törökországi Szidében tarthat edzést a csapatnak Erős Gábor. A Kisvárdát az ősz utolsó öt meccsén irányító szakembernek, valamint Gerlicki Máté másodedzőnek további bizalmat szavazott Révész Attila sportigazgató. A vezetőedző szerint a rövid pihenőt követően megfelelő fizikai állapotban kezdték el a munkát a játékosok. Kimondottan jó állapotban érkeztek vissza, aminek nagyon örülünk, hiszen egy hét pihenő volt nekik, az azért természetesen kell a feltöltődéshez, de utána már kaptak külön egyénileg programot, és ahogy látjuk, mindenki becsületesen meg is csinálta, hiszen tényleg úgy néznek ki, mintha el sem mentek volna pihenőre. Törökországban három különböző stílust képviselő csapattal játszik majd a Kisvárda. Az őszi keretből hiányzik Lukasz, érkezett a lengyel Makovszki, rajta kívül maximum egy-két új futballista kerülhet még az NB1 jelenlegi második helyezettjéhez. Őszi szereplésével magasra tette a mércét a csapat, és ezt a szintet szeretnék is tartani a jövőben. Mindenképpen szeretnénk ebben a pozícióban, vagy az első négy valamelyikében végezni a szezon végén. Ha lehetőségünk van rá, akkor nemzetközi kupa indulást érő pozíciót elérni. Ez egy nagy álmunk. Úgy gondolom, hogy a csapat erőssége, a keret erőssége az lehetővé teszi ezt. Ugyan a többi csapat, a konkurenciánk is nagyon nagy mértékben erősítenek a téli szezonban, halljuk ki, látjuk a híreket. Mégis úgy gondolom, hogy a mi egységünk az töretlen. Ha a Covid nem szól közbe, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy egy hasonló jó tavasz elé nézünk, mint az őszt. Ötvös Bence ősszel 13 mérkőzésen lépett pályára. A támadó középpályás tavasszal még többet szeretne hozzátenni csapat a játékához. Személy szerint soha nem vagyok elégedett. A gólpasszok számával elégedett vagyok, de gólt azt ugye nem sikerült szereznem, úgyhogy azon leszek, hogy folytatásban sikerüljön ez. A szezon első felében meglepetés csapatnak számítottunk, de most már úgy gondolom, hogy mindenki komolyan vesz minket, és nagyon bízom abban, hogy oda tudunk érni a dobogóra. A Kisvárda január 22-én érkezik haza Törökországból, majd a következő héten hazai környezetben készül a csapat a január 29-én esedékes debreceni tavaszi rajtra.